Jó estét kívánok! Ez egy olyan napire lesz, amiből meg fogják tudni, hogy Csimicsko István és Kocsis Máté hogyan takarékoskodnak. Jó, egy picit spoilerezek, Kocsis Máté az egyik nagy akváriumát megszünteti. Ennél egy picivel fontosabb dolgokról is fogunk beszélgetni, de azért ez lényeges, mert ugye látszik, hogy tényleg mindenkit utolért az energiakrízis. Ugye ez a téma úgy merült föl, hogy a Fidesz kihelyezett frakciülést tartott, és az adás első részében az ott elhangzottakról fogunk beszélgetni, és hogy kikkel. Mindenki ideért, ez azért elég necces volt, de az első akadályt mindenki sikeresen vette. Tordai Bencével, Veres Gáborral és Trencsényi Dáviddal fogunk ma este beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek az urak, és akkor egy összefoglalót adunk először arról, hogy a Magyar Nemzeti Információi alapján Orbán Viktor miről beszélt ezen a bizonyos frakciülésen. A Magyar Nemzethez korábban kiszivárgott információk szerint a frakciülésen Orbán Viktor zárt ajtók mögött arról beszélt, ha megszüntetnék a szankciókat, az árak rögtön megfeleződnének, és az infláció is csökkenne. A lap szerint a miniszterelnök arra szólította fel a frakció tagjait, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy Európa ezeket a szankciókat legkésőbb az év végéig visszavonja. Az MNB korábbi elnöke ugyanakkor úgy látja, az oroszokat sújtó szankciós csomagok leginkább az orosz gazdaság fejlődését fékezik le, és nem ez áll a drágulás mögött. Oroszországgal szembeni szankciókkal semmiképpen se lehet megmagyarázni azt, hogy nálunk ennyire drágul az energia, sokkal inkább azzal, hogy gyenge a forint. Ilyen árfolyamon hiába csökken a dollárár, a magyar fogyasztónak csökkent ugye a forint árfolyama. Kis kulisszatitok. Amikor erre az adásra készültem, akkor elkezdtem gyorsan egy csomó cikket végigolvasni arról, hogy akkor mit lehet tudni a szankciókról tényleg tényszerűen, hogy mennyire működik, mennyire nem, mennyire fogja vissza az orosz gazdaságot, ugye az Európai Bizottság, amiről lehet most mondani, hogy ő hazabeszél, és nyilván azokat a számokat veszi elő, ami a szankciók hatékonyságát támasztja alá, mondjuk arról közölt adatokat, hogy például az orosz fogyasztás 8,5%-kal csökkent, az infláció 22%, és tovább fog zsugorodni a gazdaság. Aztán eszembe jutott, hogy de ez megint egy olyan téma lesz Magyarországon, főleg így, hogy konzultálni fogunk majd a szankciókról, ami hitkérdés. Tehát, hogy elkezdhetünk beszélgetni arról, hogy akkor a szankciók működnek, nem, hol működnek, hol nem, mert ugye sokféle szankció van, nem úgy általában kell róla beszélni, több típusa van. Szóval nulladik pont, hogy honnan kezdjük. Ha jó, de igazad van, Emilia, de akkor Magyarországon minden hitkérdés. Tehát maga hát, az orosz igen, jegybank adta ki augusztusban, hogy az orosz gazdaság zsugorodik, recesszióba fordult. Igen, a szankciók működnek. Egyetlen dolgot a szankciókról nagyon gyorsan tegyünk tisztába, nagyságrendeket fogok mondani. Nagyjából 11 ezer darab szankció van jelen pillanatban életben az Európai Unió felől Oroszországgal szemben. Ebből nagyjából, mondom, nagyságrendet mondok, 10.500 szankció arról szól, hogy Vasily Igorjevics vagyona és utazása mennyire korlátozódik. Van 490 olyan effektív szankció, ami különböző termékek, áruk, szolgáltatások export importjának a tilalmáról szól. Ez elképesztően fájdalmas az orosz gazdaság számára, és még fájdalmasabb az orosz hadipar számára, mert ugye elképzelhető az, hogy robbanóanyagot, rakétafejet, lőporta lövedékbe tudnak gyártani, de már irányító csipet, elektronikát nem. A kényes technológia. És nem kapják meg ugye az eddig mondjuk német partnereiktől. És van nagyjából 10 darab a 11 ezerből, ami a miniszterelnök úr és pajtásai által emlegetett energia szankciók, ami ugye kizárólag jelen pillanatban az orosz szén és olaj kitermelést érinti, 2023-tól jelentős kivételekkel. De ezek a szankciók, amikor hivatkozási alap, tehát hogy az, amit mondasz, az persze így van. Csak ugye nem én mondtam, én szerintem Orbán Viktor mondta, de javítsatok ki, hogy a rezsi csökkentéshez nem fognak hozzányúlni. Tehát nem lesz ilyen, hogy megszűnik a rezsi csökkentés. Nem én, hanem Orbán Viktor pártja, a Fidesz szavazta meg ezeket a szankciókat darabra egyébként a Európában. Tehát... De ne haragudj, hadd vitatkozzam. Én néztem, szintén készültem, olvastam, néztem az adásra készülvén,
Kocsis Máté arról beszélt, hogy azért kell nemzeti konzultáció szankciókról, hogy ne csak a brüsszeli elit dönthessen róluk. De ez azért elképesztő, ez tényleg már a tények teljes figyelmen kívül hagyásra, tehát hogy ráadásul a saját maguk által ugye, tett dolgoknak a konkrét letagadása zajlik. De hát ez még csak ez mindig másodlagos ahhoz képest, amit nem a szankciók, hanem ugye, tehát az, hogy van egy felelőssége egy kormánynak. Ennek a kormánynak az elmúlt 2-3 éve arról szól, hogy mindig valamelyik külföldi ország, valamelyik másik országnak a példájára mutogatva próbálja a magyarok torkán lenyomni, hogy itt miért rossz. És mi magyarok meg hajlamosak vagyunk arra, hogy egy picit tényleg ebbe belemegyünk ebbe a játékba, és azt gondoljuk, hogy ha az oroszoknál, vagy ha mondjuk a németeknél is tényleg milyen hideg van, akkor most mi is úgy elviseljük, hogy nálunk is milyen hideg van, és így éljük az életünket. Ennek következményeképpen nem is nagyon állunk ki a saját érdekünkben, és elismert tőle a kedvünk, egy picit elhittük, hogy ez tényleg így jó. Na de ez nem így jó. Tehát ennek a helyzetnek a felelőse az nem Brüsszel, meg nem az orosz háború. Hát infláció azelőtt is volt, mielőtt elindult a háború. A gázkitermelés, az miért nem töltöttük fel a tartályokat hamarabb? Hogy ne jöjjön már feleslegesen. A félmondatot, Dávid, meg lesz utána is. Igen. Én például kíváncsi is vagyok. Na, én meg azt mondom, hogy nézzük a dolognak a jó oldalát. Tehát végre Orbán Viktor egyszer őszinte volt, elmondta, hogy tulajdonképpen ők az orosz érdekeket képviselik. Tehát az, hogy ezeket a szankciókat felszámolják, az kizárólag Vlagyimir Putyin érdeke. Orbánnak nem az a célja, hogy lenyomja mondjuk az energiaárakat, mert akkor támogatná azokat az intézkedéseket, amiket az Unió már bejelentett vagy tervez, most gondolva itt elsősorban az ársapkára, ami a gáz csúcsárának kb. A negyedében határozná meg a maximális átvételi árat. Magyarországon hisznek az ársapkákban, Európában már nem hisznek az ársapkákban, Európában egyszerűen Putyin érdekét képviselik. Azért most egyre több helyen vannak ársapkák. Nem, Orbánék, tehát hogy amikor az Unióban javasolják mások, hogy legyen ársapka a gázra is, akkor azt mondják, hogy az ne legyen. Ennek már a bejelentésétől is egyébként lejtmenetbe kezdtek a nemzetközi jegyzésárak a gázra, és hát tegyük hozzá, hogy az elmúlt hónapokban azért elég komoly eredmények voltak, az, hogy Oroszország gazdasága a válság szélén táncol, az, hogy milyen társadalmi feszültségek vannak nem csak magában Oroszországban, hanem a volt szovjet köztársaságokban, de az, hogy mennyire függetlenedett ilyen rövid idő alatt Európa az orosz fosszilis energiahordozóktól, hogy a 40%-os importarányunkat 7%-ra sikerült leszorítani, az egy külön nyomor a Magyarországnak, hogy mi viszont ennél sokkal-sokkal nagyobb arányban vagyunk még mindig kitéve ezeknek, de hát tulajdonképpen megkaphatjuk a nyugati csővezetékeken keresztül a többi uniós országból érkező gázt, tehát hogy az Unió mint olyan képes leszakadni a Vlagyimir Putyinnak való kiszolgáltatottságról, Orbán Viktor nem akar a közös európai siker része lenni, nem akarja Brüsszellel közösen lenyomni a gázárakat és biztosítani az ellátást földgázból meg egyéb energiából, hanem továbbra is szolgálja a Putyin érdekeket. De mely szankciókra gondol egyébként akkor, amikor azt mondja, hogy a szankciókat meg kell szüntetni? Hadd tegyem akkor ide azt a fél mondatot, amit kicsit elviccelődtünk, de azért tehát valóban tehát a valóság teljes szembeköpése, amikor arról beszélnek, hogy ne csak a brüsszeli elit dönthessen a szankciókról, hanem a magyar nemzet drága tagjai is. A Brüsszel alatt általában ugye a köznyelvben már az Európai Bizottságot érti. Az Európai Bizottság nem dönt semmiről. Akár be vannak okozva, akár nincsenek. Köszönjük, Lázár János. Semmiről nem dönt, előkészít javaslatokat, előkészít elképzeléseket, és akik döntést hoznak erről, az a 27 tagállam miniszterelnöke vagy kormányfője, így például Orbán Viktor, aki Kirill Pátriárka megmentésén kívül nem nagyon ellenzett egyetlen egy szankciót sem. Kik a brüsszeli bürokraták? Nekem azt mondjátok meg, tehát hogy a döntéshozó fóruma az európai rendszernek az európai politikusokból áll. Tehát vagy az országok által delegált parlamenti képviselőkből, vagy a tanács tagjaiból, akik viszont miniszterek meg miniszterelnökök. Tehát a brüsszeli bürokraták teljesen mindegy, hogy mit készítenek elő ezeknek a politikusoknak, ha a politikusok nem akarják azt megszavazni. Tehát ez nem csak kommunikációs hazugság, hanem egy konkrét. Tehát ez egy nagyon konkrét hazugság, de ugye az pontosan látszik, hogy azért van szükség erre, megint egy erőszárójel, tehát költsünk el 10 milliárd forintot erre a csodálatos nemzeti konzultációra,
javíts ki, hogyha rosszul mondom, az ellenzéki pártoktól a parlamenten 3 milliárdot kellett elvonni, mert különben a haza elveszne, de erre azért el fogunk költeni 10 milliárdot. Fontos cél, megkérdezik a népvéleményet. Kétségtelen. Na, de most átcsúszunk a következő témára, amit egyébként még lehet, hogy valaki így nem tud, tehát, hogy aki mondjuk nem nézte a híradónkat, az lemaradt arról, hogy mit jelentett be a két frakcióvezető. Ugye egyet már említettem, hogy Kocsis Máté az egyik akváriumát megszüntette, a másik, ugye Simicsko is már meg úgy fogalmazott, hogy nála van egy 6 izzós csillán, abból már csak 3 izzó működik, és egyébként emellett... Mennyi a fizetés a... egy frakcióvezetőnek? 6 millió forint? Példamutatás. Szolidaritás, biztos abból csinálni. Tudnék Kocsis Mátének jobb példákat is felhozni, amivel példát tudna mutatni, és nem azzal, hogy megszünteti a kedvenc halait. Ír, aki nevetés nélkül, hát gondoljatok már bele, itt most arról beszélünk, hogy mennyi a fizetése, csak a képviselői fizetése mondjuk a Kocsis Mátének, hogy 1,5 millió forint az alapkávé. Nem. Na, mondjuk, tekintsük úgy, hogy szegényként nem frakcióvezető, még nem kerestőben. Most tényleg nem értem ezt a rugózást, mert ez egy elvi kérdés, hogy akkor is nagyon helyes, akkor hadd vegyem meg a kollégákat. Igen, nagyjából én is ezt gondoltam, hogy ez... Egy fokkal lejjebb csavarjuk otthon a fűtést, nem szorulunk rá, de igen, elkezdünk ezen gondolkozni, szolidárisak vagyunk, és arra nevelik a gyerekeket. Dobja belőle a halakat? Hova? Nem, egyébként... Összeönti a kettő egybe a halakat, reméljük. Lehet, hogy fizetés vízi meg egy csak. Okay. Nem gondoltam, valójában... hogy a 24 pontú egy két soros híréből ekkora pulpellékevere. Elképesztő. Forduljunk már a konzultációs témánkra, jó? Okay. Csak hogy a nézőink tudják, hogy ez micsoda, hogy ez a bejelentés. Érzéketlenségnek tartom ezt a bejelentést, hogy ő így sporol. Tehát van, aki például, nem tudom én, jelentősen kevesebbet eszik. Na pont ez a mert hogy ez a arra nem jut, nem pedig tubiflexre a törpe arcsának. Itt van az Ebelhántól, ahol te mondod, Dávid. Most megmutatjuk önöknek azt a bejátszót, hogy egész pontosan mi hangzott el most így leszámítva az akváriumot a frakcióülés után. 7 hónapja tart az orosz invázió Ukrajna ellen. Ukrajna lerohanása miatt az Unió pedig nyár óta súlyos szankciókkal sújtja Oroszországot. A nyár elején bevezetett európai uniós szankciók nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Ugye nem ezt ígérte a brüsszeli elit. A Fidesz frakció vezetője ezért úgy látja, nincs rendjén, hogy a szankciókról csak a brüsszeli elit dönthetett. Ezért konzultációt szeretnének az Oroszországra kivetett energiaszankciókról. Arra kérte a két frakció a kormányt, hogy indítson nemzeti konzultációt, legyen módjuk a magyar embereknek ebben a fontos ügyben is elmondani, hogy mit gondolnak. A Momentum szerint az uniós szankciók működnek Oroszországgal szemben. A Fidesz ezek szerint a következő hónapokban ezzel akarja tematizálni a közbeszédet. Azt látjuk azért az elmúlt hónapokból, hogy ez egész egy hatalmas hazugságra épül. Azt bizonygatják a magyar társadalomnak hazug módon, hogy a háború és az Európai Unió a hibás mindenért. De ez hazugság. Minden szankciót megszavazott maga a kormán Viktor is, és a kormány is. Gyakorlatilag itt most az ellenzéki pártok felmondták azokat az érveket, amik itt is elhangoztak. Elég lesz ez? Sikerül ezzel tematizálni? Hát sikerül ezt a forgatókönyvet átvinni? Tehát azt gondolom, hogy most tágtere nyílik a nemzeti gumicsontrágók népes táborának. Ez tényleg egy nemzeti gumicsont. Azt is gondolom, hogy Orbán Viktornak egyébként kommunikációs szempontból nem is ide-haza, mert ide-haza azt ad el, amit akar, de az uniós fórumokon jól fog jönni, hogy tényleg véletlenül megint 99,5%-ot kormánytámogató nemzeti konzultáció végeredmény, és azt mondja, én nem támogatnám Putyint, de ez a bölcs magyar nép, amelyik ugye engem már 4-szer megválasztott, ezért aztán a bölcsessége nem megkérdőjelezhető. Hát ők... nagyon szeretnék megszüntetni a szankciókat. Hát meg ugye ebben az egész konzultációban az a fő kérdés, a hátsó kérdés, hogy az a gazdasági, hát finoman fogalmazom, nehéz periódus, ami vár az országra, azért ki a felelős? Kell-e ilyenkor? Ez a fő kérdés. Dávid, 11 milliárdot elköltesz ilyenkor nemzeti konzultációra, csak simán. Nem vagy egy pofátlan adatgyűjtő? Tehát, hogy ez a történet, ez arról... De hogy az is, persze, ez természetesen. Semmi más, tehát semmi, megint gyűjtsünk adatokat, nézzük meg, hogy állunk. Tehát könnyen elképzelhető, hogyha nem kétharmadnál magasabb arányban lesznek az igen szavazatok, hogy szüntessük meg ezeket a és álljon ki, és vétózza meg,
az is egy jelzés lesz Orbánnak, és semmi más egy felmérés időközben, de Bence akart. De annyit, ja, hogy ez egy kudarc beismerése végső soron, tehát azért ezt a retorikát, ezt eddig is tolták, hogy ők aztán biztos nem hibások. Bármi történik Magyarországon, a 12 éve kétharmaddal kormányzó pártok ebben semmilyen felelősséget nem viselnek, hanem a háborúk, a Brüsszel, a akárki, mindenki más, de ez nem nagyon jött el. Tehát, hogy józan gondolkodású emberek tömegeit még nem tudták ezzel meggyőzni. Április most nyilván megoldják megint csak. Ne haragudj, Bence, április harmadika, ott nem, meglehetősen ott nem jól átjött. Ott nem felelősségvállalásról volt szó, a legkevésbé sem. Akkor még nem tudták szerintem tömegek, hogy milyen téllel fognak szembenézni. Most már, amikor az körvonalazódik, akkor már beindul mindenkiben a bűnbak, illetve a felelős keresés. Felelősséget nem vállalnak, keresnek helyette egy bűnbakot, de eddig ez nem ment túlságosan jól, hogyha megint végtolják azt a logikájú nemzeti konzultációt, amit ismerünk, egy századjára vesznek elő, hogy olyan kérdések vannak, hogy a végén még egy magát megrögzött, becsületes ellenzékinek tartó ember is elbizonytalanodik, hogy nem kéne mégiscsak azt beixelni, amit a kormány szeretne ott látni, akkor az azt mutatja, hogy eddig nem jártak nagyon sikerrel. Hadd adjak egy tippet, hogy egy kérdésre. Én ezt szeretném látni. Tehát az Európai Unió 27 tagállama közül 26 nemhogy megszüntetni a szankciókat, hanem még szigorítani rajta. Egy, zárójel, Magyarország Orbán Viktor miniszterelnök megszüntetni a szankciókat. Ön szerint itt mindenki hülye? Hát ez tényleg a tipikus esete az autópályán szembe közlekedő autónak. Tehát most már ezt évek óta lehet tapasztalni, ugye nézd, mennyi hülye jön velem szembe, és ezt kell átélnie minden gondolkodó magyarnak, hogy ezt végignézzük. És amikor a legalsó szintjére érünk ennek a történetnek, akkor van az, hogy felvetődik az a demagóg és végtelen undorító kérdés, hogy vajon az Orbán Viktor szavazó, vagy a Fidesz szavazó rétegének mondjuk 2 millió körüli, vagy 2,5 millió körüli alaptábora, az vajon tényleg meg fogja érezni ennek a rezsicsökkentésnek a hatásait? Vagy szépen fel lett az mérve, vagy ki lett számolva, hogy amikor ezt az átlagot megállapították, akkor ennek a 2 millió embernek az átlagában vajon benne van-e tényleg ez a helyzet? Tehát, hogy tudják-e? Vagy pedig... Tudják-e, hogy ők rájuk szavaznak, és kiszámolták-e, hogy pontosan mennyi legyen ez a határ, hogy ott még az van, ahol még ugye az ő szavazóik vannak. Én nem akarnék neked rosszat, hidd el, olvas kommenteket, és meg fogod látni, hogy az Orbán hívő Fidesz szavazó hogyan fordította át ezt a helyzetet. Akkor is Orbán Viktornak van igaza, és akkor is van rezsicsökkentés, ha személyesen az ő számlája növekszik. Igen, de a nyugdíjamból nem jön ki a rezsiszámla. Még egy dolgot, hogy nem is növekszik. Hogy a spontán módon felkérte a frakció, a két frakció a kormányt, hogy indítson el nemzeti konzultációt, annyira spontán, hogy hát nagy tétekben merek fogadni arra, hogy holnap, de legkésőbb holnap után már a kreatívok kész van. Jó, hát hány éve vagy már politikai újságíró, ennek nem, ez a forgatókönyve. Nyugodtan, pont innen folytathatjuk, mert szerintem ez egy érdekes kérdés, hogy ez felmérődött-e csúnyán fogalmazva, vagy nem, de reklám. Az fontos, az jön, aztán jövünk vissza. Folytatjuk is Tordai Bencével, Trencsényi Dáviddal és Veres Gáborral, és ott hagytuk abba, hogy vajon az, ami most történik, az a Fidesz max szavazóit hogyan érinti, illetve ugye Gábor feltette azt a kérdést, hogy ezt vajon előre lemérte a kormánypárt, mondjuk amikor egy átlagfogyasztást belőtt, vagy azért ez már tényleg annyira túlzás, ilyen folytatás. Hát ez ilyen kis konteóim. Igen. Azt látjuk egyébként a közvéleménykutatási adatokból, hogy az ami történik, az megérinti a Fidesz teljes bázisát. Nagy valószínűséggel a magot, ezt az 1,8 millió őszinte Orbán Viktor hívőt, akik nem is a Fideszhez kötődnek, hanem Orbán Viktor személyhez, őket nem érinti meg. De április 3-a óta igenis jól látható, trendszerű az a lejtmenet, vagy az a folyamatos csökkenése a Fidesz népszerűségének, ami azt jelenti, hogy a periféria szavazói morzsolódnak le, és sajnos, vagy nem sajnos, nézőpont kérdése, ebből a baloldal nem tud ebben a pillanatban profitálni, hanem minden mérés szerint a bizonytalanok, vagy a politikától pillanatra elfordulók tábora növekszik.
Az a dráma ebben, hogy van a Fidesznek egy pervers társadalompolitikája, egy olyan újraelosztás, ami a szegényektől veszel és a gazdagoknak ad, és közben minél szegényebb valaki, minél rosszabb sorban él, annál nagyobb valószínűséggel Fidesz szavazó. Most ezeket az embereket fogja a leginkább megütni ez a rezsiválság. Ugye tudjuk, hogy főleg a családi házak, rosszul szigetelt, korszerűtlen, jellemzően kistelepülési, nyilván kevésbé magas iskolázottságú vagy jövedelmű emberek által lakott házak lesznek, és az abban élő emberek a leginkább vesztesei ezeknek a brutális, ugye a gáz esetében 7-szeres drágulásoknak. Tehát éppen a Fidesz törzsszavazói bázisa lesz elképesztő módon megtalálva, és most egy érdekes társadalomkísérletet folytatnak Orbánék a magyar néppel. Mi van akkor, hogyha az eddig súlykolt valósággal szembe jön az igazi valóság, hiszen ők állandóan abban éltek, már 12 éve, ők nagyon meg vannak védve, és most annyira nem lesznek megvédve, hogy nem tudják majd kifűteni azt az egy-két szobát sem, amit eddig fűtöttek. Épp ezt akarom mondani, amit a Bence mond, csak egy picit másképpen. Nekem azért is említettem az előbb ezt, hogy valószínűleg megmérték, mert én tudom, hogy ők mindent megmérnek. Tehát ezek a fiúk az égvilágon semmit nem tettek még úgy, hogy erre nincs nekik mérésük. Ezért lehet, hogy a konteóim egyike, de most azért mégiscsak elmondom, hogy azt simán el tudom képzelni, hogy ha egy olyan kommunikációt folytatnak, ami arról szól, hogy mi megvédjük a magyarokat és megvédjük a magyar családokat a háború és a brüsszeli bürokraták okozta rezsiemelkedéstől, vagy mi egyébtől, ami itt most az árdrágulás, nem tudom, hogy micsoda, akkor ezt pontosan tudják, hogy azoknak mondják, akik az ő szavazói bázisukon valószínűleg nem lesznek feltétlenül érintettjei ennek az áremelkedésnek, mert ha azok lennének, akkor nem hinnék el, hogy megvédik a magyar családokat. Tehát arra alapozom, amit mondok, hogy megmérték, és tudják, hogy kinek beszélnek, és miért ezeket az intézkedéseket, és miért ebben a sávban van ez, mert ezt gondolom, hogy idáig elmennek simán. Tehát simán elmennek. És azért korábban azt hittem, hogy azért ez már nem, de ez is. És a másik, amit a Bencének, hogy most Magyarországon az emberek 100%-a eszik, ugye? Vegyük úgy. Ha eszel, akkor vásárolsz. Ha vásárolsz, mész boltba, ha nem, te, akkor feleséged, édesanyád, bárki. Hát bemész egy boltba, és megfogsz egy tejet, vagy egy kenyeret, vagy bármi alapvető élelmiszert, ami nincs rajta ez az ársapka nevű, nem is tudom, csuda dolog, akkor tapasztalod, hogy háromszorosába kerül, négyszeresébe kerül, van, ami tízszereségben, a sajt az elképesztő módon drágult, tehát ha máshol nem, ezen észreveszed. De van egy másik szegmense, ami meg a kommunikációs világ, hogy megvédünk benneteket, és ami miatt nincs reakció, az pont ez, hogy ez a hit, ez elviszi őket egészen odáig, amíg az éhségük, meg a saját pénztárcájuk, meg azok a pillanatok nem jönnek el, amikor már valódi bajban vannak az emberek, hiába mond nekik bármit az ellenzék, nem fogják meg sem hallani. Egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy ez a töréspont, amiről beszélsz, ez el fog jönni. Vagy el tud jönni, és én arról az 1,8 millió Orbán hívőről beszélek, akiknél akárhogy jöhet szembe a valóság, akár mekkora lehet az infláció, akár mekkora lehet az élelmiszerár robbanás, és 60%-os kenyérdrágulás egy év alatt, ami Európa csodájára jár, hogy gyerekek, hogy csináltátok? Nehéz. És még most drágul a liszt. És újra. Igen, és azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, talán Bence vetette ezt fel, és kénytelen vagyok egyetérteni, hogy a politikusan nem szeretek, hogy tehát 12 éve regnál ez a kormány, amelyik folyamatosan másokra mutogat, egyszerűen nem vállalja azért a felelősséget, ahogy ma, vagy az adott pillanatban Magyarország kinéz, ahogy abban a pillanatban a magyarok élni tudnak, lehetőségük adatik rá, hanem jönnek ilyenek, hogy hát ugye a háborút nem nagyon említik, tehát hogy Putyin és a háború, az nem akkora baj, sokkal nagyobb baj a szankció. A Brüsszel, persze. Brüsszel, a szankció, azok a megfelelő, tehát soha nem vívott Orbán, de az elmúlt 12 évben semmiképpen valódi ellenséggel szemben háborút, nem vállalt konfliktust. Bocsánat, csak egy mondat, és látom, hogy katonai valódi ellenség. A következő Brüsszel körben, nem. Majd Tordai Bence jön, csak hogy megint az van, hogy nem vagyunk eléggé árnyaltak, mert hogy a KSH legfrissebb mérése szerint igenis van, ami olcsóbb lett,
például egy bizonyos típusú videójáték, aminek most nem mondom a nevét, vagy egy párizsi utazás repülővel, reggelivel, zuhanyzó szállással, 4 nap, 3 éjszakára számított, 16%-kal olcsóbb lett, mint zavarnám az urakat. Jó, ezek nyilván kivételek voltak, mert hogy az ATV munkatársa, a híradó munkatársa is elment egy boltba, és megnézte, hogy mi mennyibe kerül. Most erről jön egy összefoglaló, aztán tényleg Tordai Bence következik a következő körben. Jól látszik, hogy az alma és a paradicsom kilójáért kevesebbet fizettünk, mint egy éve. Legalábbis, ha a KSH 2021. szeptemberi átlagáraihoz mérjük a mai árakat. A tej literjéért viszont több mint 300, a barna kenyér kilójáért 200 forinttal, egy csomag tojásért pedig csak nem kétszer annyit fizettünk, mint egy éve. De a trapista sajtért, a tejfölért és a margarinért is jóval többet kell most fizetni, mint egy éve ilyenkor. Az infláció további száguldását várja a Concord értékpapír ZRT is. A cég elemzői szerint szeptemberben akár 20%-os is lehet a pénzromlás mértéke. Sőt, még 2023-ra is kétszemjegyű lehet az infláció. Mindez recesszióba taszítja a gazdaságot. Ez pedig arra a 4,7 millió emberre is hatással lehet, akik a KSH szerint ma dolgoznak. Ezért is fontos a vállalkozások támogatása. Erről már Nagy Márton beszélt az Amerikai Kereskedelmi Kamara rendezvényén. Majd az energiaintenzív cégek megsegítését célzó akcióterv esetleges meghosszabbítását helyezte kilátásba. Az áram- és gázszámlák egy részét finanszírozzuk az év utolsó 3 hónapjában, tehát októberben, novemberben és decemberben, majd utána talán újabb 3 hónapra. Előtte viszont meglátjuk, hogy a KKV szektor hogyan is reagál erre a programra. Nagy Márton szerint az energia kérdése még annál is fontosabb, mint az infláció vagy a jegybanki alapkamat. Egy szolgálati közlemény nyilván nem 2011-es, hanem 21-es adatokhoz hasonlítottuk, csak rosszul volt kiírva. Na de szóval, hogy ez itt azért van segítség, KKV-szektor, nagy energiafelhasználó gyárak kapnak segítséget. És a szolgáltatásban, ahol az emberek 70%-a dolgozik, ott meg semmilyen támogatás nem érkezik. Visszatérve még egy kicsit az inflációhoz, nem tudom, ezért kaptam-e szót, dolgoztam a KSH-ban egy darabig. Mert itt érzem a küzdelmet az urak mellett. És tényleg egyrészt hát rossz látni így szakmai szemmel, hogy mennyi trükköt, hány százat vetnek be az egykori kollégák, illetve sokkal inkább a helyükre érkező Fidesz által motivált figurák, hogy leszorítsák a hivatalos inflációt, és 20% alatt tartsák ezt a számot, illetve az élelmiszerek esetében pedig 30% a hivatalos áremelkedési ütem, mindenki más 40% és a fölötti számokat mér, amikor konkrét fogyasztói kosarakat néz meg, hogy mennyi drágultak egy év alatt. És igen, ezzel már szembesülnek a Fidesz meg a nem Fidesz szavazók is. Nehéz lehet elmagyarázni, hogy miközben Európában mindenhol máshol ennél alacsonyabb az infláció, vagy a maginfláció mindenképpen, és különösen egy-két ilyen kiemelt élelmiszerára, mint mondjuk a kenyér, összehasonlíthatatlanul jobban drágult Magyarországon, mint bárhol máshol, hogy ez már megint nem a kormány hibája, hanem valaki másé. Igen, de arról még ugye nem beszéltünk, hogy ehhez ki egyrésztről erre mondhatja azt egy Fidesz szimpatizáns, hogy hát de hát, hogy én látom, hogy ugyanez megy Nyugat-Európában is, tehát akkor azért minden persze, hogy többi kormány se csinál. Teljesen igazad van. És mit mond az ellenzék? Persze, hogy láthatja, hogy ugyanez megy, sőt, sokkal rosszabb, mert a dolgózónákban LMBTQ Sorosista drákvinek operálják át 8 éves kisfiúkat, 4 éves kislányokat. Vagy nem, de azért ugyanis, 18 fok az Németországban is 18. De ott 19 egyébként, hiszen erre való a propaganda, erre való a cselédsajtó, erre használják a köztévét, ami nem erre lenne való, megmutatni valamilyen fiktív, virtuális valóságot egy elképzelt nyugatról, egy elképzelt haldokló, drag queen-ekkel átoperált 8 éves kisfiúkból megfagyunk, nem tudom én. Tehát hát ilyen Nyugat-Európa képet fest. Ehhez képest, mit mondja, ehhez képest Oroszország milyen jól teljesít. És tényleg, ilyen, ez most már ez is duma, hogy a szankciók nem ártottak Oroszországnak, hanem használtak a rohadt életben. Tehát tényleg, tehát most már itt tartunk, és ami még ide, bocsizok, ide tartozott, hogy Magyarországon mérték az unió legmagasabb élelmiszer inflációját augusztusban. Tehát mondom még egyszer, a legmagasabbat. Na most, ilyenkor valószínűleg nem azt csinálják, mert ugye, ha nincsen külföldi példa, amire mutogathatnak,
mondanak, hogy de hát Németországban drágább, de hát ez egy ultima recesszió, ez itt a legvége, egy non plus ultra, itt a vége. Hát hova mondják? Hát Magyarországon volt a legnagyobb élelmiszerinfláció, tehát erre már nem tudnak mit mondani. Ezért bent tartják ezt az információt, és találnak Németországban egy problémát, ahogy te mondod, hogy ott is 18 fok van. De azért 19. Nem csak az ellenzéknek, de minden józan gondolkodású embernek megvan erre a válasz. Tehát azok a százezrek, akik kivándorolnak Magyarországról, azok valahogy nem keletre indulnak, hanem nyugatra, legyen az Orbán Viktor lánya, vagy az a diplomás, aki aztán Londonban, meg Berlinben találja meg pizzafutárként, meg mosogatóként álmai állását, hogy ezzel a borzasztó tragédiával egy kicsit ízléstelenül viccelődjek. Szóval, hogy tényleg a realitás érzéke nem hagyta cserben a magyar embereket, nem tudták megmagyarázni nekik. Lázár János ott rettegett ugye Bécsbe, hogy ez mennyire borzasztó hely. Ezt ki a hóhér hiszi el? Senki. Hogy Brüsszelben nógózónák vannak, és szegény Szijjártó Peti minisztert hogy megkergették a gonosz migráncsok, amikor a hat testőrével futkározott a reggeli edzése során. Valamelyik biztos be volt kokózva. Az a szörnyű, Bence, hogy nagyon sokan elhiszik. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez egy képtelenség, és mindenki tudja, aki valaha járt már Ausztriában, hogy ott nem az van, amit mondott a miniszter úr. Na, harmadjára megkérdezem. Tehát, mit mond az ellenzék? Igen. Ez ellenzék azok ellenzék. Ez a... Tehát, hogy ez egy kommunikációs szint. A javaslatok szintjén ugye mindenki elmondja élelmiszeráfa csökkentés, támogatás, alapjövedelem, felújítás, korszerűsítés, zöld energia. Teljesen fölösleges. Ehhez képest a kormány azt mondja, hogy adok családonként 150 kötőjel 300 ezer forint támogatást. Ami nem igaz, de hazugság már. Hát az átlagfogyasztás ad. Belemegyünk, teljesen fölösleges. Az eddigi támogatást átfordított a 150 kötőjel 300 ezer forint, és az emberek elkezdte az ember érezni a zsebében ezt a 300 ezer. Az a helyzet, hogy a csekkre ráírt... Ez így működik. A csekket készítő nyomda bármit rá tud írni. Tehát egyrészt a kormánynak nincs saját pénze, hogy bárkinek bármit adjon. Másrészt akármekkora összeget rá lehet írni arra a csekre. Azt gondolom, hogy el akarunk veszni, vagy arra viszel minket, Emilia, hogy elveszünk részletekben, amiközben tényleg... Az ellenzéki blokk és a kormányblokk között narratíva háborúnak kellene... Azért a politikának az ellenzéki alternatíva szerintem nem marginális része. Nem. A részletszabályozásra gondolok. Tehát egy narratíva háborúnak kellene lennie a két nagy politikai tömb között. És azt gondolom, hogy pont ez nincs. És egyébként majd Tordai úr kijavít, hogyha a másként gondolja, mert miközben azt mondja az ellenzék, lefordítva végtelenül egyszerűen, hogy válság oka a kormány, a válság oka Orbán Viktor, a válság oka a kormány inkompetenciája. Ezt az egyenletet viszi tovább, abszolút belesimulva ebben a narrációba a kormány, és azt mondja, hogy de ha itt a világ legjobb kormánya lenne, a bölcsekkővel a zsebünkben lenne, akkor se lehetne jobb, mert Brüsszel. Ehhez képest? Szerintem ez nagyjából precíz, tehát hogy azt keresjük, hogy ki a felelős, ki a hibás, mik az arányok a felelősséget illetően. Mi valóban azt mondjuk, hogy ennyire elrontani kész akarva sem nagyon lehetett volna. Ez a kormány nem csak alkalmatlan és kormányzásra képtelen, hanem egyébként érzéketlen és embertelen is. És nagyjából ezt a két dolgot mondjuk, ők meg azt mondják, hogy Brüsszel, igen. Ez narratívák háborúja, és előbb-utóbb azért az emberek többsége eldönti, hogy ebben át vagy bét gondol. Bocsát, arra nincsen ellen narratíva, hogy Brüsszel. Igen. Tehát a legaljával már nem lehet vitatkozni. Ott lemész a nagyon szintjükre, és megvernek a rutinjukkal. Az emberekről annyit beszéltünk, megmutatom önöknek, még itt folyik a vita. A napkérdésének a végeredményét, mert hogy pont az volt a kérdés, hogy önök módosítottak a bevásárlási szokásaikon, és a mi nézőink 91%-a takarékosabban vásárol élelmiszert, és csupán 9%. Átvitt értelemben nem kapcsolta ki a második akváriumot sem, magyarán, hogy ugyanúgy vásárol élelmiszert. Köszönöm szépen a vitát, meg az érveket, ellenérveket, önöknek pedig a figyelmet. Most jön a híradó, az Egyenes Beszéd, illetve a mai téma. Tartsanak velünk, szép estét!